Először adott interjút a dán miniszterelnök Mette Frederiksen azóta, hogy megtámadták a múlt héten Koppenhágában az utcán. A belvárosban egy férfi odament hozzá péntek este és megütötte. A miniszterelnök asszonyt megrázta az eset. Mette Frederiksen úgy érzi, hogy a támadó átlépett egy határt, és ez az erőszakos cselekmény mélyen megviselte. Az elmúlt években már amúgy is sok minden történt, a kellemetlenségek halmozottak. A Hamas terrorszervezet Izrael elleni októberi támadása óta megnőtt a halálos fenyegetések száma. Ilyesmire nem reagálhat egy politikus, teszi hozzá a dán kormányfő. Európában több támadást is elkövettek politikusok ellen az utóbbi időszakban. Életveszélyes sérüléseket szenvedett Robert Fico szlovák miniszterelnök egy májusi merényletben, két hétig kórházban volt. Németországban kést fogtak a szélsőjobboldali AfD, az Alternatíva Németországért párt helyi választási jelöltjére, miután üldözőbe vett egy férfit, aki kampányplakátokat rongált. Ez néhány nappal azután történt, hogy egy mannheimi szélsőjobboldali gyűlés elleni támadás közben egy német rendőrt halálosan megkéseltek, öt másik személy pedig megsebesült. Az esetek jelzik, hogy az EP választások előtt több EU-s országban a társadalom mélyen megosztottá vált a menekült politikát és a Hamas-izraeli háborút illetően.